A sarod egy olyan húros hangszer, amit elsősorban a hindusztáni zenében, a hindusztáni szubkontinensen és Nepálban használnak. A szitárral együtt a legnépszerűbb és legismertebb hangszerek közé tartozik. A szitár édes, felhangokban gazdag textúrájával ellentétben a sarod mély, súlyos, nehéz hangzásáról ismert. A hangszeren 10 dallamjátszó húr van, és 16 zengőhúr. A zengőhúrokat nem szólaltatja meg a játékos kézzel, hanem azok a főhúrok felhangjaira maguktól indulnak zengésbe, rezgésbe. A hangszer testét általában burmai tikfából készítik. Ezeket a faanyagokat ma a hangszerkészítők régi épületekből, olyan épületekből veszik ki, ahol a gerenda burmai tikfából készült, és valószínűleg már több száz éve szárad az épületben. A hangszer testét kecskebőr fedi, a fogó lapján pedig fém található. Azért fontos, hogy fémből készüljön a fogólap, hogy az indiai zenére jellemző hajlításokat könnyen lehessen eljátszani, mégpedig úgy, hogy a játékos a fémlapon csúsztatja az ujját. A hangszer fretless, azaz bund nélküli hangszer, a pontos zenei hangokat a játékos a hosszú gyakorlás során tudja elsajátítani. Fölül egy részből készült tumba, azaz rezonátor test látható, ami a felhangokat erősíti fel. A hangoló kulcsokat lótusz vagy rózsaformájúra szokták faragni hagyományosan. A hurlábakat hagyományosan elefántcsontból vagy tevecsontból készítik. Ezeknek nagyon nagy nyomást kell elviselniük, és a fémhúrok feszítő erejét meg kell tartaniuk, és közvetíteniük kell a rezonátor bőr felé.